Hello! Üdvözlök mindenkit a Gesztesi Szalomból. Itt töltöttem nagyon érdekes időszakot, közben a fejemet is megújították, hogy legalább 10-15 évvel fiatalabban nézek ki. Várakozok a jövőben, hogyha legközelebb jövök el a Gesztesi Szalomba, a hajamat is meg fogják sokasítani. Gyertek ide! Nagyszerű hely! Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hitrádióban. Mondjátok velem együtt, tehát az Úr Jézus nevében. Én hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, föltámadott a megigazulásomért, hogy el ne veszek, hanem örök életem legyen. Hiszem Jézus a tulajdon vérével ment föl az igazi szentek szentjébe, mint főpapom, megjelent az atyánál, és megnyerte az ő javait és áldásait. Ő az, aki Szent Szellemben és tűzben merít alá mindazokat, akik hisznek ő benne. Én hiszek ő benne, és a mai napon is megnyitom a szívemet, lelkemet Isten szelleme előtt, mert a Szentlélek azért jött, hogy elvezesse minden igazságra, eszembe juttassa Jézus beszédeit, és a bekövetkező dolgokat kijelentse nékem, és ezért hiszem, hogy a Szentlélek a szellememmel együtt bizonyságot tesz arról, hogy én Isten gyermeke vagyok. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, mert a názáreti Jézus Krisztus hatalmat adott, hogy kígyókon, skorpiókon tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nekem. Mert az Úr velem, kicsoda ellenem. Ezért ki az, aki vádol engemet? Isten az, aki megigazított, kicsoda az, aki kárhoztat engemet, Jézus Krisztus az, aki közben jár, én érettem. És ezért magasztalom, dicsőítem őt, testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké, a názáreti Jézus nevében. Amen. Halleluja. Kérlek, foglalkozz. Jó reggelt kívánok a kedves rádió hallgatóknak. Nagy József vagyok. Ma együtt fogjuk olvasni a Bibliát, a 2 Krónika 13-tól a 17. fejezeteit. Jeroboám királynak 18. esztendejében kezdte uralkodni Abija Júdában. 3 esztendeig uralkodék Jeruzsálemben, az ő anyjának neve Mikája volt, aki a Gibeából való Uriel leánya. És Abija és Jeroboám között háború volt. Azért felkészült Abija a háborúra 400 000 válogatott harcosból álló sereggel, és Jeroboám vele szembeszállott 800 000 válogatott harcosból álló sereggel. Akkor feláll Abija a Semáraim hegyének tetején, ami az Efraim hegységében volt, és mondta: hallgassátok meg szómat, Jeroboám és az egész Izrael. Avagy nem kellene nektek meggondolnotok, hogy az Úr, az Izrael istene Dávidnak adta a királyságot Izrael felett örökre, neki és fiainak, Súrnak szövetsége által. Mindazáltal felkelt Jeroboám, a Nébát fia, Salamonnak, a Dávid fiának szolgája, és támadt az ő ura ellen. Azután gyűlének őhozzá a haszontalan emberek, Béliál fiai, kik ellene szegültek Roboámnak, a Salamon fiának, mikor Roboám gyermek és félénk szívű volt, és azok ellen magát nem oltalmazhatta. És most azt gondoljátok, hogy ti ellene állhattok az Úr királyságának, amely a Dávid fiának kezében van, mivel sokan vagytok, s veletek vannak az aranybórjuk is, amelyeket Jeroboám öntetett nektek istenek gyanánt. Avagy nem ti üztétek-e el az Úrnak papjait, az Áron fiait és a lévitákat?
és nem ti szereztetek-e magatoknak papokat, mint egyéb országoknak nemzetségei, akárkit, aki az ő szolgálatjának felszentelésére egy gyermekdett tulokkal és 7 kossal eljött, és lett a bálványok papja, amelyek nem istenek. Mi mellettünk van pedig az Úr, a mi Istenünk, akit mi el nem hagytunk. A papok pedig, akik az Úrnak szolgálnak, az Áron fiai, és vannak léviták, akik forgolódnak az ő tisztükben. És áldoznak az Úrnak égő áldozattal minden reggel és minden este, és füstáldozattal és a kenyérnek a tiszta asztalra való tételére, és az arany gyertyatartóra szövétnekeivel egybe gondot viselnek, meggyújtván azokat minden este, mert mi megtartjuk az Úrnak, a mi Istenünknek rendelését, ti pedig elhagytátok őt. Azért íme, mi velünk van az Isten vezérgyanánt, és az ő papjai a riadók kürtökkel, hogy ti ellenetek kürtöljenek Izrael fiai. Ne harcoljatok az Úr ellen, a ti atyátok Isten ellen, mert nem lesztek szerencsések. Jeroboám pedig lest vetett ellenük, hogy hátuk mögé kerüljön, s ilyen módon Júda előtt is ők legyenek, hátuk mögött is a les. Látván pedig Júda, hogy íme mindelől, mint hátul megtámadtatának, kiáltának az Úrhoz, a papok pedig trombitálnak trombitákkal. És kiáltának Júda férfiai, és mikor kiáltának a Júda férfiai, az Isten megveré Jeroboámot és az egész Izraelt, Abia és Júda előtt. És az Izrael fiai menekülének Júda elől, de az Isten kezükbe adá őket. Mert megveré őket Abia és az ő népe nagy csapással. Ugyannyira, hogy az izraeliták közül seb miatt 500 000 válogatott férfi esett el. És ilyen módon aláztatának meg az Izrael fiai abban az időben. Júda fiai pedig megerősödtek, mert ők az Úrra, az ő atyáik Istenire támaszkodtak. És üldöze Abia Jeroboámot, és elfoglala őtőle egy néhány várost. Bételt és annak faluit, Jesanát és annak faluit, Efravint és annak faluit. És nem jutott többé erőhöz Jeroboám Abia idejében, hanem megverte őt az Úr, és meghalt. Abia pedig hatalmassá lett, és vett magának 14 feleséget, akitől nemze 22 fiút és 16 leányt. Abiának pedig többi dolgai, utai és beszédei megirattak az Iddó proféta könyvében. Elaluvék pedig Abia az ő atyáival, és eltemették őt a Dávid városában. S uralkodék helyette az ő fia Asa, kinek idejében 10 esztendeig volt békesség a földön. És Asa mindazt cselekedé, ami jó és igaz volt az Úr előtt, az ő Isten előtt. Elrontá az idegen istenek oltárait és a magaslatokat, a bálványokat eltöreté, és az aserákat kivágatá. És megparancsolá Júdának, hogy az Urat, az ő atyáik Istenét keressék, és cselekedjék az Isten törvényét és parancsolatát. Kipusztítá Júda minden városaiból a magaslatokat és a naposzlopokat, és az ország csendes lett alatta. És építetett, megerősített városokat Júdában, mivel hogy nyugodalomban volt a föld, és senki sem folytatott ellene háborút azokban az esztendőkben, mert az Úr nyugodalmat adott neki. Mert ezt mondja vala Júdának, építsük meg a városokat, és vegyük körül kerítéssel, tornyokkal, kapukkal, zárakkal, míg a föld birodalmunkban van, mert megkerestük az Urat, a mi Istenünket, megkerestük, és nyugodalmat adott nekünk mindenfelől. Azért építének, és lőn jó előmenetelük. Volt pedig az Asa serege, amely pajzst és kopját viselt, Judából 300 000. És Benyaminból pajzstviselők és kéziversek 280 000 voltak, mindezek erős vitézek. És kijöve ő ellenük a szercsen Zérach, 1000-szer 1000 emberrel és 300 szekérrel, és ment Marésáig. Kiméne Asa is ő ellene, és viadalhoz készülének,
a Sefáta völgyében Marésa mellett. Akkor kiállta Asa az Úrhoz, az ő Istenéhez, és mondta: Ó Uram, nincs különbség előtted a sok között és az erő nélkül való között, hogy megsegítsed. Segélj meg minket, ó mi Urunk, Istenünk, mert benned bízunk, és a te nevedben jöttünk-e sokasság ellen. Ó Uram, te vagy a mi Istenünk, ne vegyen ember te rajtad erőt. Megveri azért az Úr a szerecsenyeket Asa és Júda előtt, és elfutának a szerecsenek, és üldözőket Asa az ő seregével Gérárig, és elhullának a szerecsenek közül sokan, hogy közülük senki sem maradt életben, mert leveredtek az Úr előtt és az ő serege előtt, és hozának nagy zsákmányt, és Gérár környéken elpusztítának minden várost, mert az Úrtól való rettegés szállotta meg őket, és a városokat mind feldúlták, mivel ott sok ragadomány volt azokban. A barmok tanyáit is lerombolták, és sok juhot és tevét elhajtottak, és úgy tértek vissza Jeruzsálembe. És Azariást, az Obed fiát felindítta az Isten szelleme, aki Asa elé lépett, és mondta: Hallgassatok meg engem, Asa és egész Júda és Benjamin. Az Úr van veletek, ha ti is ővele lesztek. Ha őt keresitek, megtaláljátok, de ha őt elhagyjátok, ő is elhagy titeket. Sok ideje, hogy Izrael az igaz Isten nélkül, tanítópap nélkül és törvény nélkül van. Ha megtért volna az ő nyomorúságában az Úrhoz, Izrael Istenéhez, megtalálták volna azok, akik őt keresik. De ezekben az időkben nincs békessége sem a kimenőnek, sem a hazajövőnek, mivel hogy nagy a nyomorúsága mindazoknak, akik a földön laknak. Annyira, hogy egy nemzetség a másik nemzetséget, s egyik város a másik várost elpusztítja, mert az Isten gyötri őket minden sanyarúsággal. Ti azért bátorságosak legyetek, kezeiteket le ne eresszétek, mert a ti munkátoknak jutalma van. Mikor pedig Asa meghallotta a beszédeket, és az Obed prófétának proféciáját, megbátorodék, és elpusztítta a Júda és Benjamin földéről mindenestől a bálványokat, a városokból is, amelyeket elfoglalt az Efraim hegységén, és megújítta az Úr oltárát is, ami az Úr tornáca előtt volt. És összegyűjti az egész Júda és Benjamin nemzetségét és azokat, kik jövevények voltak köztük, az Efraim, Manasszé és Simeon nemzetségéből, mert az Izrael nemzetségéből sokan csatlakoztak ő hozzá, látván, hogy az Úr, az ő Istene, ő vele volt. Összegyűlének azért Jeruzsálembe a harmadik hónapban, Asa királyságának 15. esztendejében, és áldozának az Úrnak azon a napon a nyert zsákmányból 700 ökörrel és 7000 juhval. És fogadást tettek, hogy ezután az Urat az ő atyáik Istenét teljes szívvel és teljes lélekkel fogják keresni. És ha valaki nem keresni az Urat, az Izrael Istenét, megölettessék kicsintől fogva nagyig, úgy a férfi, mint az asszony. És megesküvének az Úrnak fennszóval, kiáltással, trombita és kürcókkal. És örvendezett az egész Júda az eskü felett, mert teljes szívükből esküdtek, s egyenlő akarattal keresték az Urat, s megtalálták általok, és az Úr nyugodalmat szerze nekik mindenfelől. De még Maákát, Asa király anyját is megfoszta a királynéságtól, mivel egy iszonyú bálványt emelt vala Aserának, és Asa elrontá, és összetörte annak az iszonyú bálványát, s a Kedron patakjánál megégeté. Jól lehet, Izraelből a magaslatokat nem írtották ki. Mindazáltal Asának tiszta szíve volt egész életében, és bevivé az Isten házába, amit az atya és ő megszentelének, ezüstöt, aranyat és edényeket. És nem volt háború Asa királyságának 35. esztendejéig. Asa király uralkodásának 36. esztendejében feljöve Baása, az Izrael királya a Júda ellen.
és megépíti Rámát, hogy ne engedjen senkit se kimenni, se bemenni Asához, a Júda királyához. De Asa az úrnak és a királynak tárházából hoz ki ezüstöt, aranyat, és küldte azt Ben-Hadádnak, a szíriabeli királynak, aki lakik vala Damaszkuszban, mondván. Szövetség van köztem és te közötted, amint az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Íme küldök neked ezüstöt és aranyat, menj el, bonts fel a te szövetségedet Boásával, az Izrael királyával, hogy távozzék el tőlem. És engedvén Ben-Hadád Asa királynak, elküldi az ő seregének vezéreit Izrael városai ellen, és bevevé Ijont, Dánt, Abeláimot és Naftali minden kincses városait. Amit, mikor meghallott Baása, abba hagyta Ráma építését, és megszünteti a munkáját. Akkor Asa király felvevé az egész Júda népét, és Rámából a köveket és a fákat mind elhordák, amelyel Baása a várost építi, s azokból Gébát és Mispát építi. Az időben ment Hanáni proféta Asához, a Júda királyához, és mondta neki, mivel a szíriabeli királyban volt bizodalmad, és nem az Úrban a te Istenedben bíztál, azért szabadult meg a szíriabeli király hada a te kezedből. Avagy nem volt a szerecsenyeknek és a líbjabelieknek nagy seregök, felette sok szekereik és lovagjaik? Mindazáltal, mivel az Úrban volt bizodalmad, kezedbe adá azokat, mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, kik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Bolondul cselekedtél ebben, azért mostantól kezdve háborúk lesznek te ellened. Akkor megharagúvék Asa a prófétára, s veti őt a tömlőc házba, mert igen megharagudott vala-e szóért Reá, és ugyanakkor Asa a nép közül is sokakat megnyomorított. De íme Asának mind első, mind utolsó dolgai megvannak írva a Júda és az Izrael királyainak könyvében. És megbetegedék Asa királyságának 39. esztendejében lábaira. Annyira, hogy igen súlyos volt az ő betegsége, mindazáltal betegségében is nem az Urat kereste, hanem az orvosokat. És elaludt Asa az ő atyáival, s meghalt az ő királyságának 41. esztendejében. És eltemették őt az ő sírjába, melyet magának vágatott vala Dávid városában, és helyezzék őt az ágyba, amelyet megtöltének drága fűszerekkel, s kenőcsé feldolgozott jó illatokkal, s érette, felette nagy égést rendezének. Uralkodék pedig ő helyett az ő fia, Josafát, és megerősíti magát Izrael ellen. És sereget helyezett Júda minden erős városaiba, s őrségeket helyezett Júda országába, és Efraim városaiba, amelyeket az ő atya Asa meghódított. És az Úr Josafáttal volt, mivel az ő atyának Dávidnak előbbi útjain járt, és nem kért segítséget a bálványoktól, hanem az ő atyának Istenét kereste, és az ő parancsolataiban járt, és nem Izraelnek cselekedetei szerint. Azért az Úr megerősíti a királyságot az ő kezében, és az egész Júda adott Josafátnak ajándékot, s gazdagsága és dicsősége igen nagy volt. És az ő szíve felemelkedett az Úr útjain, és még jobban kiírtá Júdából a magaslatokat és az aserákat. Királyságának 3. esztendejében elküldte az ő vezérei közül Ben-Hailát, Obádiást, Zakariást, Netanielt és Mikáját, hogy tanítsanak a Júda városaiban, és velük lévitákat, Semaja, Netánia, Zebádia, Asáel, Semirámót, Jonatán, Adónia, Tóbiás, Stobbadónia lévitákat, s velük Elisáma és Jórán papokat. Tanítának azért Júdában, és az Úr törvényének könyve velük volt, mikor jártak Júda városaiban tanítván a népet. Ezért az Úr igen megrettenti a földnek minden országait, melyek Júda körül voltak,
annyira, hogy nem mertek Josafát ellen hadakozni. A filiszteusoktól is hoznak vala Josafátnak ajándékot és adópénzt. Az arábia beliek is hoznak neki nyájakat, 7700 kost és 7700 bakot. És Josafát mind nagyobb és hatalmasabb lett, s épített Júdában kastélyokat és tárházakat. És sok marhája volt neki Júda városaiban, és erős hadakozó férfiakból álló serege volt Jeruzsálemben. Ez pedig azoknak száma nemzetségeik szerint Júdában az ezredesek Adna a fővezér, és vele 300 000 harcos. Mellette Johannán volt a vezér, és vele 280 000 ember. Mellette Amásia, a Zikri fia, ki magát szabad akaratjából az úrnak kötelezte, és ő vele 200 000 harcos. Benjamin nemzetségéből vitéz harcos volt Eljada, és vele a kézívesek és pajzsosok 200 000. Mellette Jozabád, és vele 180 000 harcra felszerelve. Ezek szolgálának vala a királynak azon kívül, akiket a király egész Júdeában megerősített városokba helyezett. Amen. Oh, happy day! Következik Németh Sándor napi üzenete. Tehát ezért az első dolog a názáreti Jézus Krisztussal való találkozás után, hogy tanulj meg hitben járni. A hit az nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem a földi dolgokat piszkáljuk, hanem a láthatatlan dolgokat, mert a láthatatlan dolgok a szellemi dolgok, és ne felejtsétek el, hogyha mi szellemünkben nagyobb hatalom van, mint a földi fizikai dolgokban, akkor mennyire igaz a mennyei dolgokra, hogy sokkal nagyobb hatalmuk van a szellemi mennyei dolgoknak, mint a földi dolgoknak. Ami azt jelenti tehát, hogy a mennyei dolgok meg tudják változtatni a földi dolgokat. Dicsőség Istennek! A kérdés az, hogy tudod-e, és tudom-e én a mennyei dolgokat megragadni, birtokba venni, mert ha ezt meg tudom csinálni, akkor természetesen a dolgok elkezdenek az életünkben megváltozni. A rossz dolgok eltűnnek, a betegség eltűnik, a démonizáltság állapota eltűnik, és eltűnik minden nyomor, és helyére mi lép be az Istennek az élete, és Istennek az áldása. És Istennek ez a célja az életünkben. De lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. A tetszés az nem azt jelenti, hogy egy ilyen szimpátia alakul ki csupán az Isten személyének a személye részéről, a személyem iránt, hanem a tetszés azt jelenti, hogy megnyerem és birtokba veszem azokat a javakat és dolgokat, amiket a názáreti Jézus Krisztus megszerzett az atyától, és aminek főpapja, mert hát azért főpap, hogy a javakat és az áldásokat át tudja adni. De ehhez az kell, a hitemben erős legyek, és a hit útján járjak. Ne a láthatók szerint, hanem a láthatatlan szerint. És a hit azt elsősorban szellem, és a hitnek a szelleme az mindig a szívbe helyeződik, és ettől a pillanattól fogva, amikor a hit szelleme bemegy a szellemedbe, akkor már a szellemed a láthatatlan dolgokra néz. Például, ha beteg vagy, a fizikai testedben érzed a betegséget, de a szellemedben látod a názáreti Jézus Krisztusnak a gyógyító tevdását, erőteljesen megragadod meggyőződéssel, hogy a názáreti Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam. Nem szavak lesznek csupán ezek a kijelentések, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, hanem van a szellememben, a hit szelleme miatt egy kép, egy belső meggyőződés, hogy meggyógyultam a názáreti Jézus Krisztus sebeiben. Ugyanígy más területen is. Tehát automatikusan, testi módon nem tudod, én se tudom, senki nem tudja megragadni Istennek a dolgait. Az embernek van egy Isten lényegű része. Az Isten lényegű részünk a szellemünk. Ez nem azonos a Szentlélekkel, ez a mi szellemünk, amiről Salamon azt mondja, hogy az Úrnak a szövét nekem.
ami azt jelenti, hogy az Úr kezébe van a kapcsoló. Ő kapcsolja föl a szellemünkben a világosságot, és ha fölkapcsolja, akkor létrejön bennünk a mennyről való látás. Létrejön bennünk a főpapnak a szolgálata, és létrejönnek azok a javak, ígéretek, amit a főpap és Isten igéje a főpapi szolgálattal kapcsolatosan megígért a hívőknek. És ettől a pillanattól fogva elkezdődik egy rendkívül izgalmas utazás. Az Isten javainak a birtokba vétele és közvetítése is természetesen. Első ugye nyilvánvalóan az, hogy te légy áldott. A másik fontos dolog, ami az életedbe belép, hogy te magad is áldás légy mások számára. De minden ember csak azt tudja adni a másiknak, amilyen van. És mindegyikünk szükségben jött az Úrhoz, semmink nem volt. Most a kegyelemre vonatkozóan állítom, hogy semmink nem volt. Tehát éppen ezért, hogy te áldás akarsz lenni, az Úrnak a kegyelmének kell növekedni az életedben, a kegyelemnek a növekedésének a kulcsa pedig az, hogy meg kell tanulnunk szellemben járni, és a hitben járni, hogy hogyan tudjuk megragadni Istennek az áldásait, Istennek a dolgait, ami mindig elsősorban szellemünkben zajlik le ez a folyamat. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Bruce E. Olson, Brucskó. Kiadta a Strang Communications Company magyar meghatalmazottja 1991-ben. Epilógus. 1961 óta élek Dél-Amerikában, a kolumbiai Yuko és Motilón indiánok között. Másfél évbe telt, amíg sikerült kapcsolatot teremtenem a motilónokkal. Az ezt követő két év során elsajátítottam a nyelvüket, és megismerkedtem az életformájukkal, a kultúrájukkal. Az ötödik évben indítottam be azt a programot, amely messze menőkig figyelembe vette az indiánok hagyományos társadalmi berendezkedését, mégis biztosította fejlődésüket. A program része volt a betegségek és járványok elleni harc, növénytermesztés, állattartás bevezetése, és ezen keresztül az élelemellátás javítása. A mezőgazdasági termelés során előállított termékek alapján cserekereskedelem beindítása, és végül kétnyelvű iskolák alapítása, az oktatás megszervezése. Ma már 10 egészségügyi központ működik képzett motilón alkalmazottakkal, akik az elmúlt évben 3000 telepest, korábbi ellenségeket láttak el. 8 kétnyelvű iskola áll az indiánok rendelkezésére. Mindegyikben motilón tanárok tanítanak, abból a 12 motilón és spanyol nyelvű tankönyvből, melyeket én fordítottam le. Az iskolák 5 osztályosak, és elnyerték az Oktatási Minisztérium kitüntetését. 7 végzett tanulónak ösztöndíjat biztosítottunk a bukamarangai amerikai iskolában. A 7-ből 3-an egyetemen készülnek tovább tanulni. A másik 4 a kolumbiai SENA mezőgazdasági intézetbe megy gyakorlatra. Az idén végzők közül 2 a Bogotai Nemzeti Egyetemen kezdenek majd orvosi előtanulmányokat. A mezőgazdasági központok száma 11. A motilónok, ez a félnomád nép, elsajátították az alapvető mezőgazdasági ismereteket. Olyan mértékben, hogy jelenleg mintegy 1000 szarvasmarhával folytatnak állattenyésztést a trópusi dzsungelben. A teheneket mozgóhegyeknek nevezik, mert azelőtt soha nem láttak ilyen méretű állatokat. Levelezés útján állandó kapcsolatot tartok a bogotai kormánnyal, és rendszeresen jelentetek meg cikkeket az országos lapokban az érdeklődésre számot tartó témákban. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy a közvélemény megismerje Kolumbia nemzetiségeit, népeit. Az érdeklődést és szimpátiát mutatja, hogy Cúcutában, a megye központban a futballcsapatot Los Motilonesnak hívják. Van egy gyorsaságáról híres motilon taxiszolgálat,
Motilon kávéház, Motilon golfpálya, stb. Én magam nagyon büszke vagyok arra, hogy mi, mint keresztények, pozitív módon járulhattunk hozzá a kolumbiai nemzetiségek felkarolásához és fizikai szükségeik kielégítéséhez. Mindig nagy örömömre szolgál, mikor a bukamarangai ösztöndíjasaink hazajönnek vakációzni, mert ez a legalkalmasabb idő, hogy segítségükkel átnézzük a Motilon új szövetséget, és végleges formába öntsük a bonyolult nyelvtani szerkezeteket. Izgalmas számomra, ahogy ezek a fiatalok összehasonlítják Jézus Krisztusba vetett hitüket a tradicionális városi kereszténységgel. Odó, aki már kétszer is járt az Egyesült Államokban, elmesélte, hogy egyszer megkérdezték tőle. Mi a különbség a te Jézus Krisztusod, Szajmajdodgyira, Ibatiradakura és a miénk között? Odó válasza egyszerű, mégis mellbevágó volt. Szajmajdodgyira, Ibatiradakura bennünk él, nem pedig szobrokkal díszített templomokban. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Szeretettel üdvözlöm a Hitköznapok hallgatóit, a mai műsor szerkesztője Császár Enikő, én pedig Fekete Rita vagyok. Folytatjuk a Szent Szellem Gyümölcsei című sorozatunkat. Ma pedig a szelídségről fogunk beszélni, és köszöntöm kedves vendégünket, Petrőc Lászlót, a Hitgyülekezet lelkészét. Szervusz! Én is köszöntelek, Rita, és a rádió hallgatókat is szeretettel. És találtam egy nagyon, hát számomra megtetsző idézetet Billy Grahamtől. Azt mondta, hogy a szelídség talán a bennünk lakozó nagyságnak a legkézenfoghatóbb jele, és hát ez sok mindent elmond szerintem az ő személyéről is, meg arról, hogy valóban a szelídség mennyire fontos dolog is talán egy keresztény embernek az életében, de akkor ezt szeretném, ha te fejtenéd ki, és egy kicsit megfejtenénk együtt azt, hogy mi is a szelídség, és miért olyan fontos ez a számunkra. Egyébként egy érdekes dolog most ezt az idézetet, hogy a nagyságnak egy jele, mert ez valóban egyrészt isteni nagyság bennünk, másrésztről pedig az emberi nagyság is, hogy mire képes az ember. Mert a szelídséget itt tanulmányozva, én azt vettem észre, hogy egyrészt két különleges személynek egy nagyon fontos jellemző tulajdonsága volt, az Ószövetség megalapítójának, ugye Mózesnek, illetve hát Sáfárának, aki hű volt az ő házán, és azt írja a Mózesben, a négy Mózesben, hogy talán a földön nem is, nem, hogy a földön nem volt hasonlóan szelid ember, mint Mózes. És itt az eredetiben, az érdekes módon, egyrészt két dologra hívnám fel a figyelmet, az egyik az, hogy a zsidóságra ez alapvetően nem volt jellemző, hiszen tudjuk, hogy makacsok voltak, önfejűek voltak, kemény nyakúak voltak, lázadóak voltak már Isten szemben, és talán az egyik legfontosabb, hogy nem ismerték meg őt, tehát a pusztai vándorlás alatt. És eközben Mózes pedig az a jellemző rá, hogy a legszelidebb ember, aminek az eredeti jelz, ha ránézek, az anáv szó. Ez azt jelenti, hogy különleges csapásokban, nehézségekben, nyomorúságokban, szenvedésekben, szegénységben is tűri a nyomást, a nehézséget és a megpróbáltatásokat. És ugye ez szinoním szó az alázatos, szelíd, béketűrő és szerény. Tehát ez azt is jelenti ezek szerint, és azért is érdekes, amit mondott a Billy Graham, hogy ez a nagyság, ez pont abból fakad, hogy az ember számára ez egy életformává válik. Tehát az életútunkon, ahogy járunk, az életformánknak, vagy az életvitelünknek a szabályozása az, ahogy ezt, ugye aztán majd rátérünk, hogy ez a Szent Szellemtől van igazából, de hogy az életformánkat, ahogy engedjük Isten uralma alá életvitelünket, ahogy a
különböző kihívások közepette is alárendelt viszonyba, alázatba helyezzük magunkat, és engedjük, hogy akár a pofonok, ahogy van egy szép énekünk, ugye hóban, sárban, télben, napsütésben is, tehát, hogy így edződik meg az igazi keresztényi élet, vagy krisztusi természet, krisztusi karakterre, vagy ez a mózesi karakterre, tehát, hogy el tudja ezeket szenvedni, el tudja ezeket viselni, és ezekben a próbáltatásokban fejlődik, és érik be. Ugye a másik az új szövetségünk közben járója, a mi mesterünk és urunk, királyunk, ugye ő Jézus Krisztus, és tudjuk a Filippi levélben is, hogy ő hogyan üresítette ki magát, és mint kiüresítette a mennyekből érkező, és emberré vált személy is, hogy még emberként is, hogy megalázta magát, és hogy mindent elszenvedett egészen a kereszt halált, hogy bennünket megmentsen. Tehát ez is mutatja, hogy ez is egy olyan életút volt, egy olyan életforma, ami egyrészt ő hordozta, és ugye ezért is, vagy talán rátérünk később, amit ő kért is tőlünk, hogy mi tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos. És ott is érdekes, hogy ezt kéri, hogy vegyük fel az ő igáját, amely könnyű és édes, gyönyörűséges, és ezt tanuljuk meg tőle, és nyugalmat fogunk tőle találni. Tehát ez is érdekes, hogy itt is egyrészt egy képességet ad, hogy ez egy krisztusi képesség, ez a Krisztus szelleme bennünk, tehát ez ő ennek a hordozója, vagyis aki bennünk él, mi ezt tudjuk hordozni, és mégis, hogyha ebben figyelünk ő rá, és tanulunk tőle, akkor egyre inkább ebbe tudunk növekedni. Tehát ez azt is jelenti, hogy ebben a képességben az ember tud fejlődni, növekedni, egyre nagyobbá válni, ezért is lehet, hogy Mózes akkor a kortársai között a legszelidebb ember volt. Jézus a kortársai között a legszelidebb személy volt. Ennek isteni képessége van, és egyben pedig emberi képesség is jelent, ahogy az ember felnő erre a szintre, vagy átveszi ezt a fajta életformát, életstílust, és azt ígéri Jézus, hogy ha ezt mi megtanuljuk tőle, hogy ebbe az igába betesszük a fejünket, és húzzuk, akkor ez a teher, ami nyilvánvaló egy lemondást is jelent nagyon sokszor, egy teljes átadottságot jelente, mégis ennek a ez egy könnyűvé tud válni, érezni fogjuk ennek a finomságát és ennek a húzó erejét. Ez egy jó az embernek, és jó dolog így élni szeliden. Hiszen például a beszédek azt mondja, ez a testnek az élete, virágzását is jelenti. Tehát a lelkünknek és a testünknek a virágzását és az életét is jelenteti. Ami még fontos, ugye itt eljutottunk arra a pontra, hogy ez kire tudunk nézni, kitől tudunk tanulni, és hogy ez mennyire fontos. Ugye egyértelműen a Mátéban, ugye azt mondja pont a boldog mondásokban, hogy a szelidek azok boldogok, mert ők örökségül bírják a földet. Ugye ami azt is jelenti, hogy örökössé, tehát a birtokossá mindazoknak a javaknak, azoknak annak az elhívásnak csak akkor tudunk válni, hogyha ezt megtanuljuk tőle, és megtanulunk szelíd emberként élni. Ugye nagyon érdekes, hogy összevetve a földnek a gazdagait, vagy a földnek a nemeseit, vagy a fejedelmeit, ugye Jézus, amikor kicsit vetekedtek a tanítványok, akkor ezt a példát hozta fel, hogy a föld nemesei, ugye az, vagy a birtokosai, most ilyen módon a jelen korszellem szerinte, ugye a vetekedés, az elnyomás, az erő, uralomvétel a másik fölött, tehát a másiknak tulajdonképpen az elnyomása által, vagy az eltaposása által, vagy az erő fitoktatása által válnak uralkodóvá, miközben azt mondja, ti viszont ne így legyetek, hanem aki közületek a legnagyobb szeretne lenni, az legyen a legkisebb, tehát tanulja meg a másikat szolgálni. Tehát ez a kettő, hogy ki merre tart, ugye mi tartunk a mennyei uralma alá, birodalma alá, ami azt jelenti, hogy aki ezt megtanulja, hogy Krisztus szellemével jár együtt, hogy azt mondja a Mátéba, a boldogmondásokba,
hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Tehát ez jelen pillanatban is igaz, én ezt állítom, hogy tulajdonképpen úgy tudunk itt a földön élni, hogy nem csak birtoklunk dolgokat, hanem ezt öröm, békességgel, jó szívvel, jó lelkismerettel, egyszerűen élvezettel tudjuk bírni azt, ami adatik, és amire el tudunk jutni a hit által és a munkásságunk által. És ez igaz az 1000 éves királyságban is, hogy Isten egy olyan ígéretet készítte az őt szeretők számára, és ennek a kulcsa a szelídség, hogy ott már nem a hatalom átvétellel, tehát nem a könyökléssel, nem a minden áron be akarom, vagy el akarom érni, és én akarom, és én vagyok az, hanem egyszerűen azáltal, hogy az ember megtanult Istennel együtt járni, és szeliden alkalmazkodni, szeliden elszenvedni dolgokat, szeliden elszenvedni egymást is szeretetben, így jutunk csak el a célba, hogy vele együtt uralkodjunk majd. Igen, erre mindenképp szerettem volna rákérdezni, hogy az Istennel való viszonyunkban hogyan jelenik meg ez a szelídség, és hogy mennyire fontos, hogy ez ott is ott legyen, akár az igével kapcsolatban. De visszautalva még, ha már Mózest meg Jézust említetted, hogy ugye ők hát vezetők voltak itt a földön, tehát hogy vezették Mózes is egy népet, és hát azt gondolná az ember, hogy egy szelíd, alázatos embernek ez nem biztos, hogy elfogadják vezetőként az emberek. Tehát, hogy ma azt gondolnánk, hogy ha az ember erőt mutat, akkor fognak utána menni. Igen. De Mózesnél akkor ez nem így volt. Vagy... Igen, ez nagyon érdekes, vagy illetve Jézusnál is, mert Jézusnál is fel tudunk hozni simán olyan helyzeteket, szituációkat, amikor ő nagyon határozottan keményen fellépett. Ugye például ilyen volt a templomban, hogy ostorral vette ki ilyen módon az állatokat, vagy az, aki nem volt oda illő és odavaló, vagy felforgatta a pénzárusoknak, tehát a kereskedőknek a asztalait. Ugye itt azt idézi az Ószövetségből, hogy az féltő szeretet vezette az atya háza iránt. Tehát nagyon érdekes, hogy vannak bizonyos szituációk, amikor, és ez később ugye a farizeusokkal való vitáiban is látszik, hogy keményen megítette őket. Tehát úgy tűnik, hogy a szelídség az nem azt jelenti, hogy akkor az ember nem mond semmit sem, vagy nem vállalja fel a hitét, vagy nem képviseli Istennek az akaratát hatalommal, de mégis ez nagyon fontos, hogy az a szelídségnek a szellemével, tehát nem egy emberi gyűlölködő, haragvó indulattal, ami ugye sajnos jellemző az emberi természetre, hogy így képviseli, sajnos ezért mennek szét ugye családok, ezért válnak szét szülő-gyerek viszonyok is, mert ezzel a testi haraggal, indulattal és gyűlölködéssel, vagy ezért válnak nemzetekben ugye háborúskodások, polgárháborúk, vagy ahogy most látjuk a liberális és a konzervatív oldal között ezeket a szélsőséges indulatok feszülnek, és nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. Tehát nagyon fontos, hogy a kimondás az egy fontos, hogy meg kell tudni ítélni a rosszat, és el kell ítélni a rosszat, de az megfelelő határozottsággal, és megfelelő, hát itt a szelídséggel, ebben van nyilvánvaló, hogy egy ilyen türelem, egy ráhangolódás is, hogy nem a másikat eltaposva, hanem a másikat valamilyen módon formálva, alakítva. Tehát, hogy szeliden van egy ilyen is a szelídségről, hogy legyen az a képességünk, hogy szeliden tudjuk inteni azokat a vétkezőket. Ez egy kicsit olyan folyamat, mint egy orvosi folyamat is, hogy egyben arra is figyel az ember, hogy a sebek, hogy meg csak egy bizonyos mértékig fájjanak. Tehát ahogy kiszedi az ember akár a szálkát, akár azt a sérülést próbálja kezelni, tehát be kell avatkozni, de mégis megfelelő hozzáértéssel, megfelelő szívvel, de mégis határozottan, hogy ezt elérje az ember, azt a folyamatot, hogy kitisztuljon a seb. Ez egy mai folyamattal mondhatnánk, vagy a mai fogalommal mondhatnánk azt, hogy empátia? Tehát, empátia, hogy így van. Ez egy nagyon jó, hogy empátia. Tehát van Krisztusról írja ez is, hogy az ő szerítsége és az ő engedékenysége, vagy ez az empátiája, ez nagyon fontos, hogy ezt hordozzuk. Tehát ez több igében megjelenik az Új Szövetségben.
Akkor kicsit beszéljünk arról is, amit már az előbb mondtam, hogy az Istennel való kapcsolatunkban ez a szelídség, alázat hogyan kell, hogy megjelenjen, vagy hogyan jó, hogyha megjelenik. Ugye van egy ilyen ige, hogy szelídséggel fogadjuk magát az igét, és hogy ez mit jelent? Tehát, hogy Istennel szemben nyilván itt nem az empátia talán a megfelelő fogalom, hanem akkor ezt hogy kell érteni? Ez is egy érdekes pont ennél az igénél. A Jakabba mondja ezt az ige, Jakab 1.21-be, hogy vetkőzzünk le minden aljasságot és a romlottságnak a túláradását. Tehát nagyon érdekes ez is, hogy mi az, ami akadályát jelenti a szelídségnek. Például az, hogyha az ember, ugye nyilván test szerint él, e világ szerint él, nem tudom, hogy lehet, hogy már erről beszéltünk is, de például érdekes, hogy jellemző, ha például a szülők például bűnben élnek, tehát házasságtörésben élnek, tehát egy egész más világba lépnek ki. Emellett nagyon nehezen tudják kezelni a gyermekeik iránt való szeretetet és a tiszteletet. Ez persze beleértve az egymással való kapcsolatukba is. Tehát azzal, hogy az ember empátiát, türelmet, odafigyelést tudjon kifejteni, az nagyon fontos, hogy félre kell takarítani azokat, amik ennek az útjában állnak. Tehát például az a romlottságnak a túláradás, ez egy nagyon érdekes kifejezés, hogy nem szabad, hogy az embert engedjen, hogy kornak a szelleme, akár az érzéki vágyai, kívánságai uralják és irányítsák az életét, mert itt nem tud befogadóvá válni az embernek a szíve. Ugye ki kell tudni takarítani. Most ugye ezt a könyvet, amit is javaslok a Joel Osteennek is, ugye az új könyvét, ami most jelent meg. Ne légy negatív, ugye? Ne légy negatív, uh-huh. Ott is javaslom a rádióhallgatóknak, ott pont erről van szó, hogy meg kell tanulni az embernek először kitakarítani a szívét, a lelkét, mert ugye nagyon sok minden dolog lerakódik, nagyon sokféle hatás alatt élünk, nagyon sok befolyás ér bennünket, és ezeket először ki kell ahhoz takarítani, hogy fel tudjon töltődni az ember a jóval. És tulajdonképpen a jó föld példája is ezt mutatja, hogy ahhoz, hogy gyümölcsöt tudjon teremni az a maga, amiről most beszélünk, ahhoz először is jó földdé kell válni az emberi szívnek, vagyis mind a romlottságot, az érzékiség, hát most így nyilván nem a házastársi dologról beszélünk, hanem az evilági, olyan bűnös kívánságokat az embernek ki kell tudni vetnie, ki kell tudni söpörni a lelkéből, beleértve a gonoszságot, tehát ami azt jelenti, hogy a kemény szívűséget, nyilván a büszkeséget is, de ezt a fajta konok, kicsit bosszúálló, rátarti magatartást, amit pontosan itt is ugye ellentét pár, amit Jézus ugye mondott, hogy a világnak a fejedelmei azok uralkodnak, és egymást elnyomják, eltapossák, de ti ne így legyetek. Tehát meg kell tanulnunk a váltást, hogy ehelyett pedig felöltözzük a szelídséget. Tehát engedjük, hogy egyrészt jó földé váljon a szívünk, tehát ugye a isteni kapcsolatról beszélünk, ugye elérünk arra pontra, hogy maga ez egy gyümölcs termést jelent az életünkben, mert a szerítség az a Szent Szellemnek a gyümölcse. Vagyis ő az, ez olyan, mint a fügefa, ugye meghozza a fügét, és érleli, és egyre inkább finomabb gyümölcsé válik, tehát itt is megmutatja, hogy folyamata van, de mégis ahhoz, hogy ez a gyümölcs ez beérjen, ugye szükség van napra, szükség van erre egy jó földre, szükség van erre vízre. Ugye mindegyiknek megvan a jelentése, hogy a jó föld ez a mi szívünk, tehát ezért kell utat készíteni arra, hogy kivessük a rossz dolgokat, és tudjon felépülni benne a jó. Szükség van a napra, ugye a jelenések könyvében tudjuk, hogy az ő ábrázata olyan, mint a fénylő nap az ő erejében, ugye ez Jézus Krisztus személye, és szükségünk van a vízre, vagyis a Szent Szellemmel való együttélésre, mert ő az, aki megöntözi folyamatosan a mi szívünket és a lelkünket, és képessé tesz arra, hogy gyümölcsöket teremjünk. Tehát, hogyha erre oda tudunk figyelni a keresztény életünkbe, akkor eljutunk arra pontra, hogy a Szent Szellem, akivel együtt járunk, aki fúj bennünket, hogy Isten akaratába éljünk, hogy állandóan
szinte van, amikor kényszerít bennünket, mint az Zabcselbe is többször volt, hogy kényszerítette, hogy menj el erre az útra, menj el ugye Saulushoz, pedig ugye tudták, hogy megöli a keresztényeket, de ugye Ananiást vitte a Szent Szellem, hogy menjen és imádkozzon érte. Tehát ezek a fajta jó kényszerek, amik az életvitelünket is jelenti, hogy nem azt teszem, amit most éppen feltétlenül az ösztöneim sugalnak, vagy akarok tenni, hanem ahogy Jézus is mondta Péternek, hogy fiatal voltál, arra mentél, amerre akartál, de most, de el fog jönni az az idő, amikor arra visznek, ahol nem akarod. És ez ugye ezt jelenti, hogy az ember a próbatételekben, nehézségekben is engedi bele magát, és engedi, hogy Isten számára elkészített jó föld legyünk, hogy megteremje bennünk ezt a jó gyümölcsöt. Tehát így jön az, hogy a Szent Szellemmel való együttérés hozza létre bennünk ezt igazából a szerítséget. Tehát ez nem nem csak egy akarati lépés, nem csak az, hogy na ez így született már eleve ez az ember, hogy megvannak ezek a képességei, hanem erre el lehet jutnunk, de úgy, hogyha kéz a kézbe együtt haladunk Krisztussal, Szent Szellemmel, és ő termi meg bennünk ezt a gyümölcsöt, a szerítséget. És hogyha ez nincs meg valakiben, akkor az leginkább ezeknél a próbatételeknél látszik meg? Most eszembe jutott az ugye, hogy Jézusról is, mikor keresztre feszítették, azt mondja, hogy mint a bárány a nyírói előtt, ugye nem nyitotta meg a száját, hogy azért ott azért az egy hatalmas próbatétel is volt Jézus számára, és mégis meg tudott maradni abban a szelítségben, és nem látni, meg nem olvasni, hogy ott indulat lesz volna benne. Ez így van. És ugye tudjuk, hogy ennek azért megvolt a megfelelő előzménye, például mondjuk a Gecsemáné hegyen, ugye az Olajfák hegyén az imádkozásra, amikor ugye félre vonult, és ezt tudjuk, hogy ő rendszeresen tette, hogy az atyával tartotta a kapcsolatot. Ebből a kapcsolattartásból állandó megerősítést is nyert. Tudjuk például, hogy fönt a Táborhegyen a meglátogatásnak a hegyén ott eleve megjelent neki Illés, Mózes erősítették őt, akkor itt a Gecsemánéba angyalok erősítették őt, miközben szenvedve imádkozott, tehát azt tudjuk, meg vért verítékezve, szenvedve könyörgött Istenhez, az atyához, hogy vagy hogy múljon el a pohár, vagy hogy adja neki erre kegyelmet, arra, hogy ezt el tudja végezni, ezt el tudja látni, ezt a küldetését, és ez is mutatja, hogy ez egy olyan folyamatos kiáltás is isteni fele, hogy erre tegyen bennünket képessé, alkalmassá. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.